Dinamikus edzéssel vette kezdetét az Alba Arena háromnapos megnyitó rendezvénye csütörtök délelőtt. A magyar jégkorong válogatott játékosai pénteken és szombaton a norvégok elleni dupla mérkőzéssel avatják fel az új arénát. Nagyon izgatottak vagyunk és várjuk, hogy tényleg milyen lesz itt a hangulat egy teltházas arénába, de az építmény gyönyörű, azt hiszem, a Székesfehérvár városa és a magyar jégkorong is azt hiszem már megérdemelt egy ilyen szintű létesítményt, és első számban én azt gondolom, hogy a szurkolóinknak lesz nagyon jó, és egy nagyon kulturált létesítmény, ahol családostul mindenestől kényelmesen minden igényt kielégítve tudják élvezni majd a jégkorongot. Ez nagyon különleges, mindig elcsodálkozik az ember, hogy itthon vagyunk Magyarországon egy ilyen jégpályán. Azt sajnálom, hogy a Fehérvárra nem tudtunk itt mérkőzést játszani, de remélem, hogy jó meccseket tudunk hozni a szurkolóknak, és lesz jó szurkolás ezen a két meccsen. A norvégok elleni dupla párharc egyben felkészülésként is szolgál a jövő héten kezdődő jégkorong világbajnoksággal kapcsolatban, ahol vasárnap a japánok ellen lépünk pályára. Pénteken egyébként érdemes korán érkezni az Alba Aréna megnyitójára, hiszen délután nem csak a pályán várják érdekes programokkal a közönséget. Az érkezők az aréna épülete előtt és a folyosókon is számos aktivitásba kapcsolódhatnak be. A programok pénteken 16 órától, szombaton pedig 13 óra 30 perctől kezdődnek. Ekkortól működik például a gyereksarok és a múzeumrész, az albejárat elé kitelepül a Magyar Honvédség, akik lézerfegyver bemutatóval várják az érdeklődőket, a folyosókon pedig akadálypálya, óriásdárc és kapuralövés is lesz, ahol a korong sebességét ismérik. Mindezeken kívül lesz még óriáspázöl, keresztrejtvény és memóriajáték, valamint sörkörling, korongtorony, Forma 1-es játék, sisakfestés és jégkorongos csocsó is. Fontos tudnivaló, hogy a szervezők tájékoztatása alapján először a kinti tevékenységeket érdemes kipróbálni, hiszen a biztonsági beléptetés után már nincs lehetőség elhagyni az épületet és ismételten visszamenni. Ezen kívül a büfék csak kártyás fizetéssel működnek, tehát készpénz használatára nem lesz lehetőség, továbbá a biztonsági előírások miatt PET-palack és esernyő sem vihető be a csarnokba.